Pókerversennyel indult és biliárd mérkőzéssel ér véget az idei sporthét. A téli sportnapok legutóbbi mérkőzését, a középiskolások labdarúgó tornáját tegnap délután tartották. A hagyományos sporthét az mindig a Mikuláshoz kötődő, és az is találtuk ki ezt a rendezvényt a diák önkormányzata most már évek óta közösen, hogy a téli időszakban is legyen lehetősége a lakosságnak, nem csak a fiataloknak, az idősebbeknek is sportolásra, de kifejezetten ilyenkor meg szoktuk célozni meg ezt a középiskolás réteget is, és most például annak lehetünk a tanúi, hogy a középiskolás labdarúgó torna zajlik itt az Almási tornatermében. A hétvége folyamán inkább szabadidősport jellegű rendezvények voltak, a Kelemenházban volt falabdabajnokság, illetve volt egy erős ember verseny az Atlasz edzőteremben, valamint a Makói Ifjúsági Klubban is már megkezdődtek a különböző rendezvények, sportrendezvények. A rendezvények azért nagyjából így, hogy többnyire iskolákhoz is kötődnek itt, és ehhez hozzátartozik a Mikulás utás is, ahol tegnap 1200-an, hál' Istennek, szerencsére jó időnk volt, 1200-an vonultunk közösen a jégpályához, illetve ezeken a csapatsportágakon is már akkor az érdeklődés, hogy szinte már át is kell gondolni azt, hogy intézményenként ne csak egy csapatot leengedjünk majd megmérkőzni egymással, hanem ki kellene bővíteni, mert több csapat is jelezte, hogy szeretne egy intézményen belül indulni. Jelenleg viszont ezek az időpontok annyira kötöttek, amennyi rendelkezésünkre áll, hogy most nem fértek bele. De ezt végig kell gondolni jövőre, jövő év folyamán, hogy hogyan tudjuk ezeket az igényeket kielégíteni. Mert azt szeretnénk, hogyha minél többen tényleg sportolnak a sporthét alatt, és ne legyen akadálya az ilyen jellegű kötöttség. Vasárnap vízivetélkedők és focitorna, hétfőn és szerdán asztali tenisz diákolimpia, csütörtökön kosárlabda meccs és léghoki verseny is volt a sporthét programjai között. A következő sportrendezvény a szilveszteri futás lesz, majd januárban a téli kupával indul a jövő évi sportszezon Makón.